Köszöntöm az életreceptek nézőit! Önök megszokhatták itt az elmúlt hónapokban, sőt bő egy évben, hogy leginkább felnőttekkel foglalkoztunk. A felnőttek egészségéről, egészségmegőrzéséről beszélgettünk vendégeimmel, de úgy gondoltam, érdemes lenne ezt valahol gyerekkorban is elkezdeni, hiszen ott kezdődik minden. Úgyhogy ehhez vendégül hívtam Sasvári Szekeres Anitát. Anita gyerekekkel foglalkozik, dietetikusként, ugye? És sok irányból lehetne ezt a témát megközelíteni, de én a legegyszerűbbet és a legalapvetőbbet gondoltam, hogy így elsőre beszéljük át, hogy a gyerekek és az étkezés hogyan is vannak egymással. Téged gondolom szülők is nem egyszer megkeresnek. Milyen betegségekkel, hogy rögtön belevágjunk a dolgok közepébe? Talán a leggyakoribb betegségcsoport, akikkel foglalkozok, az az endokrinológiai kórképek. Ilyen például a túlsúly, vagy pont az ellentéte egy anorexia, vagy pedig egy inzulinrezisztencia, cukorbetegség. De vannak egyéb, esetleg ilyen kicsit súlyosabb szervi problémák, mint mondjuk egy hasnyálmirigy probléma, vesebetegség, vagy van egy megint egy másik csoport, ilyen például a táplálékallergiák, táplálékintoleranciák, úgyhogy elég színes a paletta. Dietetikusként te hogy látod a gyerekek, a mai gyerekek étkezését? Hát nem túl jónak sajnos. Mi a legalapvetőbb, amit így hibaként említenél, aztán majd kibontjuk ezt a témát? Több alapvető hiba van. Egyrészt a rendszertelenség, tehát nincs meg mondjuk a 10 órai, vagy az uzsonna, vagy esetleg ma csak egy nagy étkezés van, és szinte így elszalad a nap. Tehát ezt kéne elsősorban rendelni, hogy legyen egy rendszer a napjukba. Másrészt meg ugye nagyon sok a nassolnivaló, nagyon sok mondjuk az olyan dolog is, ami szinte ilyen hihetetlen, hogy mondjuk energiaitalokat isznak elég kiskorba is, úgyhogy néha mi is csodálkozunk, hogy mekkora hibák vannak a gyerekek étrendjében. Mi hat a legjobban a gyerekek étkezésére? Ugye, mea culpa, én magam is duci gyerek voltam, tehát most utólag mondhatnám, hogy miért hagyták a szüleim, nem egy olyan család van a környezetemben, ahol szintén túlsúlyosak, tehát legkönnyebb azt mondani, hogy persze, mert a szülők. De mégis, hogy mi befolyásolja a gyerekek étkezését? Leginkább úgy gondolom, hogy a szülői minta, ott kezdődik minden. Ugye egyrészt az is fontos, hogy mit mutatunk. Tehát mondjuk, hogyha megeszem a salátát mondjuk, vagy megeszek olyan zöldségeket, ami először lehet, hogy furcsa lehet egy gyereknek, mondjuk egy avokádó, lehet, hogy nem egy mindennapi étel, de már azzal egy jó mintát mutatunk. De az sem mindegy, hogy mit mondunk, mert ha mondjuk rögtön azt mondjuk egy ételre, hogy fúj, biztos, hogy a gyerek is rávágja, hogy fúj, és onnantól kezdve egy pár hónapra biztos, hogy elfelejtetjük azt az ételt, hogy újra próbálkozhatunk, hogy megkóstolja. És persze most tudom, hogy ugye a nézők is ezen gondolkoznak, gyerekről beszélünk. Hát beszélhetünk, ugye nem titkoljuk, hogy van két kisgyermeked, egy 4 és 6 éves, tehát beszélhetnénk erről a korosztályról, beszélhetnénk kamaszokról, beszélhetnénk már nagyobbakról, de most ugye egy általános gyermekkorról beszélünk, mondjuk egy ilyen 10 év körüli, 8-10-12 év körüli. Tehát hogy néz neki ideálisan? Hát ez teljesen így igaz, hogy nagyon le lehetne bontani korcsoportokra, tényleg mondjuk egy-három év, egy kicsiskolás, és tényleg van egy olyan ajánlásunk, ez az okostányérnak egy ajánlása, ez a 7 és 17 év közötti gyerekekre vonatkozik az ajánlás. Itt az a lényeg, hogy egy tányér van megrajzolva. Szerintem sokan ismerik ezt a kiadványát az MDOS-nek. Régen egy táplálkozási... Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Igen, régen egy táplálkozási piramis volt. Szerintem még sok régi tankönyvben még mindig ezt látjuk. Ezt újították fel, hogy tányér alakú legyen, talán életszerűbben is. Úgy néz ki ez a tányér, hogy 4 cikkelyre van osztva. Az egyik cikkely a gabonafélék, a másik a zöldségek, a harmadik a gyümölcsök, a negyedik pedig az ilyen fehérje források. Ide tartoznak mondjuk a húsfélék, a halak, a tojás, a tejtermékek, tej, ezek a dolgok. És hát nagyjából úgy oszlik el, hogy ilyen egy negyed legyen egy nap, amit beviszünk ezekbe. Picit nagyobb hangsúlyt kapnak a gabonafélék és a zöldségek ezen a tányéron, de ajánlást kapott az is, hogy mennyi lehet mondjuk a napi maximális sóbevitel, maximális cukorbevitel, ugye ezeket megpróbáljuk csökkenteni. Hát nagyjából a só az egy ilyen kis teáskanálnyi mennyiség, ami az egész napot lefedi. A cukor az pedig a napi energiabevitelünk nagyjából 10%-át jelenti. Azért hadd álljak meg egy pillanatra, mert most valaki azt hallja, hogy egy
kis kanál, kis teás kanál, vagy mokkás kanál? Hát igen, sóból inkább a kisebb, a kisebb. Minimális mennyiség. Igen, és akkor ő megnyugszik, hogy jó, hát alig sózom meg a vajas kenyeret, vagy jó, hát csak abba a kis krumpli pürébe. Itt minden számít, tehát ami a felvágottban van, a, nem tudom, ételízes. És rengeteg van ezekben. Igen, főleg, hát ugye egy nasi, egy chips vagy valami, hát a napit az biztos, hogy egy zacskó chips az, sőt, túl is haladja. És ugye ezeket sokszor nem is számoljuk bele, de például azzal is sokat segíthetünk, a zöldség mellé mondjuk nem, vagy a zöldséget nem sózzuk meg. Tehát ilyen apróságokra figyelünk már. Mi maradjunk ennél az okostányérnál, mert én is felnőttként, meg egy kicsit, aki úgy talán többet foglalkozik az átlagnál ezzel a témával. Ugye mondod, hogy gabona. Hát mi? Rizs? Hát rizs például, igen. Vagy vannak ezek az új, modernebb alternatív gabonák, mint a bulgur, kuszkusz, kinoa, hajdina, a tésztafélék is ide tartoznak. Vagy maga a pékáruk is. Tehát ez adja végül is az étrendünknek a gerincét, ezen nem változtattunk nagyon sokat. A képzeletbeli tányér, mert azért nem biztos, hogy mindenki ismeri, akkor egy harmad a gabona? Vagy hát inkább? Egy negyede, de. Egy negyede, igen. Gabonaféle. Igen, aztán a valami fehérje, ami... A zöldségek még, ami zöldség. Inkább a nagyobban hangsúlyos. Igen. Igen, és akkor vannak még a gyümölcsök. Gyümölcsök. És az ilyen fehérje források. Az már viszonylag kisebb, ugye? Hát igen, ugye? Nagyjából úgy néz ki, hogy a két nagy cikke ilyen nagyobb, és akkor a két alsó cikke a kisebb. A kisebb. Uh-huh. És akkor ez akár felfogható egy ebéd tányérnak? Hát így van, le lehet akár bontani egy étkezésre is, mert úgyis egy tökéletes ebédet össze tudunk hozni, de akár az egész napra tudjuk ezt a tányért vonatkoztatni. Aha. Hát akkor egy kicsit bontsuk ki ezt a témát, ugye? Reggeli, reggel mindenki rohan, reggel senkinek nincs ideje, az csak a filmekben van benne, hogy üljünk együtt le, kényelmesen reggelizzünk. Tehát mi az a minimum, amit ideálisan, és akkor most nem megyünk el arra felé, hogy sokaknak nem is futja anyagilag egy reggelire, amit reggel legalább minimálisan megkapjon egy kisgyerek, mielőtt munkába, vagyis iskolába indul. Hát itt is figyelni kell, hogy legyen valamilyen gabonaféle. Például lehet ez egy jó minőségű, teljes kiörlésű kenyér, egy vékony szelet mondjuk, és akkor mellé egy hát attól függ, mennyi időnk van, mert ha belefér egy rántotta mondjuk, az nagyon jó reggelire, vagy egy tükörtojás, egy zapkása is nagyon jó, hogy tudjam például tejjel, hogyha készítjük ott is azért egy kis fehérje forrást biztosítjuk, ugye benne van már a gabona is, a szénhidrát, például ezeket így lehetne egy indulásra. Tehát ez lenne a reggeli minimum. De ha még erre sincs idő, abba a kis uzsonnás táskába mi kerüljön be? Hát ha uzsonnáról beszélünk, ugye akkor főleg a 10 órait meg tényleg az uzsonnát tudjuk így elkészíteni. Reggelire nem mindig van idő, azt én is tapasztalom a gyerekeknél. Sajnos szomorú, én mindenkinek javaslom, hogy a reggelit próbáljuk meg valahogy, hogyha csak 5 percünk van, és valamit kapjunk be, egy pár falatot, és ezeket például este tudatosan ki lehetne készíteni. És akkor nem lesz az, hogy most hú, reggel mit kell, hanem akkor már elő van készítve. Hogyha dobozba pakolunk, egyrészt nagyon-nagyon aranyos ilyen kis dobozkákat lehet kapni, és az is egy motiváció, ha mondjuk van egy olyan gyerek, aki nem annyira eszik, vagy válogatós, akkor ezekbe ő kiválasztja mondjuk a doboz, hogy legyen mondjuk rózsaszín unikornisos, vagy bármi. Ezek nagyon nagy motivációk egy gyereknek. Vagy például én azt nagyon-nagyon szerettem, hogy egy nem evős gyereknél például az anya ír egy ilyen kis üzenetet a dobozba, hogy legyen szép napod, vagy rajzol egy szívecskét. Ezek ilyen 10 másodperces dolgok, és a gyerek egész napját feldobja, és van kedve mondjuk megenni az almát, ami a dobozban van. Lehet ilyen gyümölcsöket összevágni, mondjuk az almának az a baj, hogy egy picit hogy oxidálódik és elszíneződik. Pár csepp citromlevet teszünk rá, és akkor meg is oldottuk a problémát. Akkor lehet olyat mondjuk, hogy répát csíkokra vágunk, vagy karalábé csíkokra, azt is be egy dobozba. Ha nyitottabb a gyerkőc, lehet zöldségkrémeket is kis dobozba csomagolni, tudja mártogatni, és a többiek biztos, hogy irigykedve fogják nézni, hogy fú, az a kislány, vagy az a kisfiú milyen menő kis 10 órait vitt magának, neki meg lehet, hogy ott van a kis csokis keksze. És azért jó ez, mert másoknak is tudunk adni példát. Sőt, én is azt mondom a kislányomnak, hogyha ilyet küldök be neki, ilyen egészségesebb 10 órait, akkor igenis egy picit többet küldök, és nyugodtan, hogyha valakinek van kedve, akkor kóstolja meg. Most itt egy picit megállok, tudod, szokták mondani, hogy cipésznek lukas a cipője, fodrásznak a haja, nem? Egy dietetikusnak a gyereke vevő arra, hogy
a másik eszi a csokis kekszet, vagy ne adj Isten a chipset, ő meg, az ő anyukája meg becsomagolta a sárgarépát, meg a karalábét. Tehát mennyire vevők a te gyerekeid erre? Erre a tudatosság szó talán így a legjobb. Egyrészt, hogy kiskorban elkezdjük, nálunk is van azért hiba, mert persze, hogy minden gyerek édes szájú szeretik a csokit, de megpróbálom úgy kordába tartani, hogy kap ilyet is, de azért neki is mindig ott van a dobozkájában azért valami kis keksz, vagy valami, ami így megjutalmazza magát, hogyha megette azt a zöldséget. És egyébként nálunk nagyon bevált ez, mert örülnek neki, hogy megeszi, büszke magára, és utána még jár neki valami kis finom falat. Most eljutottunk az ebédig, ami szerintem a legnehezebb műfaj a gyerekek étkezésében, mert ugye hihetetlen mennyiségű panasz, és én nem is tudom, találkozol-e olyannal, ahol egy iskolai menzát dicsérnek a gyerekek és a szülők. Ugye leggyakrabban panasz van, túl sós, túl ehetetlen, túl ízetlen, és akkor nem akarok több jelzőt keresni. Hogy ezzel mit kezdjen a szülő, vagy mit tanácsolsz te egy ilyen helyzetben? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, mert sokan járnak hozzánk gyerekek, nagyon-nagyon sokan panaszkodnak tényleg, hogy nem olyan, de kicsit visszamehetnénk akkor a gyökerekhez, mert lehet, hogy azért nem szereti azt az ételt, mert mondjuk otthon soha nem evett főzeléket, mert nem vezették be, és akkor hiába szidja a menzát, lehet, hogy nagyon finom volt ez a borsó főzelé, de hogyha otthon nem ismertették meg vele, akkor persze, hogy ezt mondja, hogy fúj. Úgyhogy ez elég összetett probléma, én úgy gondolom. De erőltetnéd, most bevillan egy, képzeld el, hogy gimnáziumi emlékem, tehát mert nagylány voltam mondjuk így, és ott előttem van a kép, hogy egy szombat délben ülök a sárgarépa főz. Ez az egyetlen kaja, amit el nem viselek. Nem csodálom. Ilyenkorúan, igen, tehát... És ülök nagylányként a sárgarépa főzelék fölött, és a tanárnőm ott áll mögöttem, és azt mondta, hogy nem mehetsz haza addig, míg meg nem eszed. Hát szerintem ez borzasztó, ez egy kisgyerekkel is borzasztó. Ez egy trauma neki, sőt, és ezzel akkora hibákat lehet elkövetni, hogy innentől lehet, hogy mondjuk azt a vagy azt az alapanyagot, mondjuk a répát semmilyen formában nem fogja elfogadni. Ez akkora traumát tud okozni, hogy ez tényleg borzalmas. Tehát az erőltetés az semmilyen formában nem megengedett. Én azt szoktam kérni, hogy csak annyit, hogy ha az a minimum, hogy kóstold meg, de most ha nagyon nem megy, meg nagyon undorodik, akkor legalább illatolja meg, vagy próbálja meg barátkozni az étele, és ne az legyen, hogy rögtön eltolom, és ezt nem, hogy valamilyen formában legyen, de az erőltetés az nem működik. Most mégis, ha egy kisgyerek azt mondja, hogy de már pedig én nem fogok a menzán étkezni, akkor mégis csomagoljon ebédet is, hogy aztán még a napközit is kihúzza valahogy ez a szegény kisgyerek. Hát jártunk így nem egyszer, hogy valaki annyira nem fogadta el, amit az iskolába kapott, hogy szülőkénytelen volt. Csak ugye ott is jönnek a problémák, mert akkor neki külön kis éthordós doboza van, az be kell rakni hűtőbe, az fel kell címkézni, nem biztos, hogy mindenhol megengedik, szóval ott már azért problémákba ütközünk. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha nagyon finomak lennének az ételek, és a gyerekek nyitottabbak lennének. Úgyhogy ez nem jó, ez a dobozos megoldás, de van, akinek megbevált. Van valamelyest rálátásod, hogy azért javul ez a közétkeztetés? Én ettem többször olyat, ami finom volt, úgyhogy szerintem amúgy nincs vele nagy probléma, inkább a fejekbe annyira berögződött ez, hogy az rossz, és eleve úgy állnak hozzá az emberek, hogy ez rossz. Uh-huh. Lehet, hogy van egy-egy étel a héten, mondjuk egy főzelék, amit alapból nem szerettem, de ott van mondjuk öt olyan másik étel, amit meg alapból szeretünk, csak nem vagyunk már nyitottak. Ezek a negatív sztereotípiák, amit dolgoznunk kéne. Azért itt nekünk szülőknek megint csak szerepünk van, hogy hagyjuk, hogy a gyerek divatból, vagy a többiekhez csatlakozva nyafogjon és ellenálljon. Lehet, hogy nekünk is kéne ebben egy kicsit módosítani, vagy nyitottabbnak lenni, vagy a gyereket elfogadóbbá nevelni ez ügyben, ugye? Hát mindenképp a szülőnek van ebbe is a legnagyobb szerepe. Ez is abban ugye rohanunk. Tehát, ha leülnénk mondjuk otthon a mi vacsoránk, vagy a tányérunk mellé, és akkor elkezdnénk arról beszélgetni, hogy milyen az ebéd, és akkor egy kicsit csak annyit mondani a gyereknek, tényleg, hogy ez a kóstold meg, tehát hogy egy apróságokon múlna, de nem is beszélünk róla, csak hazamegy a gyerek, rossz volt az ebéd, nem ettem, és lényegében itt le van zárva a téma. Hát itt azért megint csak megállhatnék, mert az a legnagyobb baj, hogy nagyon sokszor nem is beszélgetnek. Mm-hmm. Családok egy vacsora asztalnál már, igen, ha ideális esetben együtt leülnek. Nem akarok elveszni a részletekbe, de még mindig a gyerekek
ebédjénél tartva. Ugye sokszor hallani, állítólag valamiféle felmérés is készült ezügyben, hogy a főzeléket nem véletlenül nem szeretik annyira a gyerekek, mert hogy túl sok liszttel sűrítik be. Nem tudom, erről mi a tapasztalatod, vagy van erről valamilyen információt, hogy valóban így van? Előfordulhat, hogy vannak helyek, hogy például az alapanyag hiány, tehát hogy azért nagyon sok problémával küzdünk most, tehát hogy anyagilag is, hogy megcsinálni egy akkora mennyiségű pörköltet, vagy bármilyen alapanyagot, ugye lehet, hogy egy picit több liszket kell ahhoz használni, hogy az ugyanakkora adag legyen, mint amennyi korábban lett volna, tehát lehet, hogy vannak ilyen helyek is, ahol ez megtörténik sajnos, de elvileg rendelet szabályozza azért, hogy miből mennyit, úgyhogy amúgy nem szabadna, akkor is, ha előfordul ilyen. Gondolom, ezt azért ellenőrzik. Persze, így van. Na, eljutunk akkor mondjuk a vacsorához. Egy gyereknek a vacsora mi legyen? Jobban szeretem, hogyha nem főtétel a vacsora, ha már főtételt volt az ebéd, elég napi egyszer. Nincs vele probléma, hogyha főtétel, de nagyon sok túlsúlyos gyerekkel is foglalkozok, és általában főtételt esznek. És hogyha kiszámoljuk mondjuk egy szendvics kalóriáját, meg kiszámoljuk mondjuk egy főtételét, hát valószínűleg kb. Duplájára jön ki. Ráadásul ugye, ha ez egy zsírosabb étel, úgy fekszik le aludni, lehet, hogy nem úgy alszik, nem úgy teljesít a suliba, tehát hogy ez is egy láncolat, hogy mondjuk mit eszünk vacsorára. Mindenképp könnyedebb dolgokat gondolok. Itt is lehet egy jó minőségű teljes kiörlésű kenyér, a spiritóssal, egy kis salátaféle. Én ezeket a zöldségkrémeket nagyon-nagyon kedvelem, mint az ilyen padrizsánkrém mondjuk, vagy mondjuk egy lencsekrém, és a vörös lencse az egy nagyon könnyen emészthető a száraz szüvelyesek közül, úgyhogy például ez a sült paprikakrém, de nagyon sok minden van, vagy csicseri borsókrém, amit választhatunk. Picit kevésbé nyitottak erre a gyerekek, de itt meg a tálalás, amiben tudunk segíteni. Például egyrészt, hogyha mondjuk csak egy abonettet veszünk, mondjuk, és háromféle színű kencét rákenünk az abonettre, és mondjuk egy szép, mondjuk valamilyen zöld fűszernövényt még így végig fektetünk rajta, tehát annyira kis csinos lesz a kis falatka, hogy az ilyen színes dolgokra én úgy látom nyitottabbak a gyerekek. Ha a gyerekek és a felnőttek étkezését összehasonlítjuk, óriási nagy a különbség a kettő, és megint beszéljünk az ideálisról. Uh-huh. Tehát nagyon eltér egy felnőttnek szükséges ételmennyiség, vagy minőség inkább, uh-huh. vagy összeállítás, és egy gyereknek egészen más? Egészen másnak kéne lennie, de sajnos azt látom, hogy egyre jobban összecsúszik, és egyre inkább azt teszik a gyerekek, amit a felnőttek. Ugye több ponton eltérésnek kéne legyen. Attól is függ persze, hány éves korosztályról beszélünk, de mondjuk egy kisgyereknek azért erős, csípős fűszereket persze nem adunk. Vagy mondjuk nagyon zsíros ételeket, mondjuk egy pörköltre gondolok, azért vigyázunk, hogy a gyerek ne legyen, neki könnyebben megfájdul mondjuk a pocakja, mint egy felnőttnek, de mondjuk a tejzsíradék az viszonylag könnyen emészthető, tehát mondjuk egy magasabb zsírtartalmú tejterméket, ha elfogyaszt, azzal nincs gond, inkább az ilyen húsoknál az ilyen nagyon zsíros dolgokkal lehet, vagy mondjuk egy ilyen kolbász, ami csípős, szintén erős fűszeres este vacsorára eszi, biztos, hogy nagyobb eséllyel fájhassa, mint mondjuk egy felnőttnek, tehát az ilyen fűszerezés, zsíros dolgok, amik nagyon fontosak. Az energiaital, már sajnos a 10 év fölötti korosztálynál már tapasztaljuk, hogy elkezdik kiszogatni. Az ilyen chipszek, ugye sóbevitelt, azt már egy zacskóval ugye már többszörösen is túlhaladtuk, úgyhogy ilyen problémák vannak, sajnos sok. Miért van az, hogy, és egy kicsit önmagammal szemben is önkritikát gyakorlok, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy ami egészségtelen, na az az igazán finom. Most említetted a chipset, eljutunk a csokoládéhoz, eljutunk a nagymama sütijéhez. Tehát miért van az, hogy arra vágyunk, hogy akkor most cukrászdába a habos? Szóval miért van ez? Eleve ez rögződött belénk, ugye? A nagymamáink sütije. Tehát ahogy halljuk ezt a szót is, ugye, ezért vágyunk rá, mert ugye ebben nőttünk fel lényegében, és az a gyerekkori emlékek is nagyon, meg az illatok ugye nagyon befolyásolják a mai ízvilágunkat is. Hát az édes íz amúgy egy jó dolog, tehát a gyerekek imádják az édes ízt, amivel nincs probléma, csak a mértéket kéne megtartani. És mondjuk mi dietetikusok se tiltunk, tehát sosem mondjuk azt, hogy mi szeretjük a csokit vagy a sütit, csak próbálunk mértéket tartani, mondjuk heti egy süti, vagy mondjuk egy-két kocka csoki jobb minőségű, mondjuk az ebéd után. Hogyha ezeket betartjuk, semmi gond nincsen az édességgel. De az tényleg így van, hogy persze, hogy az egészségtelen, az finom.
Kicsit beszéljünk azokról a gyerekekről. Tudod, van, akinek a gyereke hónapokon, vagy akár éveken keresztül is, ő csak tésztát és tésztát és tésztát akar enni. Vagy ő csak pizzát és pizzát. Tehát mit tudsz tanácsolni egy ilyen szülőnek? Mert nyilván nem lehet sarokba térdepeltetni, meg letolni a torkán a főzeléket. Na igen, ez az, amit sose szabad, mert a legnagyobb hibát követjük el vele. Egyrészt vannak evészavaros gyerekek, egyre több sajnos. Ebből is már nagyon sokféle kategória van. Hogyha ilyen nagyon-nagyon súlyos evészavar van, akkor a szakembernek kell felderítenie, és az már ilyen pszichológiai segítséggel lehet visszaépíteni egy normális étrendet, és akár hónapok munkája. Mit vesz észre a szülő, amikor, tehát mi a különbség abban, hogy most csak nyafog egy kicsit a gyerek, vagy amikor már egy szakember azt mondja, hogy húha, ez már evészavar. Tehát mi az a tünet, mondjuk így, ami az evészavar? Akkor van probléma, amikor egy 10-15 ételcsoportnál többet egyáltalán nem fogad el a gyermek, vagy konkrétan 10-15 ételt nem fogad el, hogyha azon a körön belül mozgunk, és ezek is általában egyszínűek, a bézs színeket szokták szeretni, tehát főleg a tésztafélék, vagy kenyérfélék, amik így jobban mennek, ami lássuk be, főleg szénhidrát, ami azért nem tehát kell mellé azért fehérje, meg egyéb tápanyag, tehát azzal nem fog igazán se jól lakni, se minőségileg, se mennyiségileg. Hát főleg ez a kettő, amit jelentősnek mondanám, hogy itt már figyelnünk kell. És akkor elmegyek szakember, vagy elmegyünk szakemberhez, és akkor, ahogy mondod, rögtön a lelki eredetét is keresi ennek az evészavarnak. Igen, az evészavar az mindig egy nagyon összetett dolog. Tehát ott gasztrós orvos is, meg endokrinológus akár, vagy tehát több szakember deríti fel ezt a problémát, és utána küldi tovább. És ilyen gyerekekkel úgy is jó foglalkozni, hogy egy ilyen csapat tím munkaként már egyedül szétesik a dolog. Ugye az étkezésben, ha valamit elrontunk, akár mi szülők és a gyerek rosszul csinálja, azért előbb-utóbb a szülő is rájön, hogy itt valami szokásváltást kéne kialakítani. Mondok egy példát, hogy vannak, akik szeretnek leülni és a tévé előtt. Tehát vacsorázunk, és megy a tévé. És észre se vesszük, hogy elfogyott a tányérról, ugye? Hogy akkor ilyenkor mit tanácsolsz? Igen, ezt nagyon nem szeretjük, a tévé előtt eszik a gyerek. De itt is két csoport van. Van, akit azért ültetnek be a tévé elé, mert annyira nem eszik, és akkor elvonja a figyelmét a tévé, ezzel is nagyon gyakran találkozunk. Valamilyen szinten megértem, hogy a szülő kétségbe van esve, nem eszik a gyerek, és akkor a tévé eltereli a figyelmét, és így eszik. De a másik csoport van, ahol ugye az elhízás is fönnáll, na hát ott érzem ezt nagyobb problémának. Én erre azt szoktam javasolni, hogy tanuljunk meg nassolni, mert meg lehet tanulni. Ez lett volna, látod, a következő kérdésem, hogy ez a veszélyes szó is egy mumus, hogy nassolás. Igen. Nem tudom, hogy lehet jól nassolni. Na, akkor hogy lehet jól nassolni? Hát például a tévé előtt, igen, ezek a zöldségek rágcsálása. Ilyen kis csíkokra vágjuk, egy házi cadzikit, ugye csak tök egyszerűen el lehet készíteni, egy joghurt, egy kis fokhagyma, egy kis zöldség bele, vagy bármilyen kis házi cadzikit, mondtál? Mondjuk, az nagyon gyorsan megvan, és azzal tök jól lehet mártogatni, az ilyen répa, karalábé, hát zellerszárra talán nem nyitottak a gyerekek, de mondjuk egy felnőtt mellett ott rágcsálja, és megint csak akkor a jó példát adjuk, és hát ha megkóstolja mondjuk azt is, ami elsőre fura. Vagy akár sűzöldségeket lehet készíteni, ugye nem chipset, hanem mondjuk annyira vékony szeletekre vágjuk mondjuk az édesburgonyát, vagy a zellert, vagy bármit, hajszál vékonyra, hogy megsütjük, 10 perc alatt nagyjából sütőbe elkészül, és lehet ropogtatni a fél mellé. Persze nem minden nap, mert kalóriája azért lesz, főleg ugye egy kis olaj kell, de azért így néha-néha belefér ilyen nasi is. Na és hogyha a gyermek számára a nassolás a csoki-csoki hátán, vagy süti-süti hátán, ott mit kezdesz el? Vagy mi az az alapvető, amivel elkezded változtatni ezt a szokást? Én nagyon nem szeretem gyerekeknél a drasztikus változást, hogy most akkor mindent elrakunk, és akkor teljesen lecseréljük, mert azért lelkileg ez nehéz egy gyereknek. Én azt szeretem, amikor apró lépésekbe tudunk haladni. Mondjuk így egy csokit lecserélünk, hogyha a tejcsokit szeret, akkor vegyünk helyette étcsokit, ugye több antioxidáns van benne, egy kicsit egészségesebb. Vagy mondjuk tényleg csak valami egy-egy dolgot berakunk így a vacsiba, amilyen más, mint ami korábban volt. Úgyhogy én az apró lépések híve vagyok. Persze van az az állapot, olyan túlsúly, hogy igenis akkora, hogy mondjam már, gáz van, hogy muszáj
drasztikus lépéseken, de ilyen kicsi apróságok, és mindig megdicsérni szavakkal, elsősorban szavakkal jutal, vagy a matricás egy kisgyereknél, hogyha nagyon szépen lettél, mi kapsz egy matricás füzetbe be lehet ragasztani, tehát ilyen jutalmazások lehetnek ilyenkor, és nagyon motivál, és mindig egy-egy dolgon változtatunk. Mitől kezd el egy kisgyerek hízni, és mi az a pillanat, mikor a szülőnek észbe kell kapni, hogy akkor itt most valami elindult, és elejét kéne venni? Ez is összetett dolog, mert egyrészt láthatjuk mi, de a szülő az elfogult azért. A szülő az kicsit később veszi észre. Inkább azt mondja, hogy jaj, cukika, kicsit nagyobb a pocia, vagy az arcocskája kikerekedett, és lehet, hogy szülőnek még tetszik is, hogy ez az állapot van, akkor kezdődik talán a probléma, amikor megint a lelki oldal jön be, hogy mondjuk azt hallotta, hogy csúfolják az iskolába, vagy mondjuk tesi óra van, nem tudta, vagy akár a tesi tanártól jön egy visszajelzés, hogy hát nem tudja Pistike megcsinálni a feladatot, mert lihág, vagy meg kell állni a közben, és ugye elkezdik akár csúfolni a többiek, hogy te miért nem tudod megcsinálni, és ugye ez akkora gátat, meg rossz érzés benne, hogy egyrészt a lelki oldalával is mindenképp kell foglalkozni, meg hát persze a testüvel is. Ugye innen ered majd aztán az anorexia, vagy éppen a bulimia. Igen. Ugye, hogyha nem időben veszi észre a szülő, és akár szakember segítségével veszi ennek elejét. Azért vannak olyan élelmiszerek, amikről így első pillantásra azt hiszük, hogy jaj, gabonapelyhet veszek, mert ó, de egészséges. Vagy ó, veszek egy doboz rostos üdítőt, mert hát az az egészséges. Tehát szülőként is egyre tudatosabban kéne valahogy dietetikusok szavára figyelni, vagy amikor a boltba keresgélünk, végig bogarázni, hogy mi, ugye? Igen, így van. Sokszor én is belefutottam ebbe, hogy szülő nagyon-nagyon büszkén mondta, hogy ő ezeket vette, és így átbeszéltük, hogy hát nem biztos, hogy jó volt. Nem annyira rossz, mert nem mondjuk, hogy van nagyon rossz élelmiszer, meg nagyon jó, itt az arany középutat kéne ezekbe a dolgokba megtalálni, de általában mondjuk egy gyümölcsjoghurtban azért nagyon nagy mennyiségű cukor van. Vagy például egy túrókrémbe, akár a hagyományosba, és például azt el tudjuk 5 perc alatt készíteni otthon egy házi túrókrémet, és akár még a gyerekkel el tudunk vele játszani, hogy mondjuk egy kis gyümölcspüré réteget teszünk rá, akkor ráreszelünk egy kis étcsokit, de meg tudjuk csinálni, nagyon egészséges, és ezek olyan dolgok, hogy nem is kell sütni, tehát hogy meg se égeti magát, úgyhogy nyugodtan tudunk kreatívkodni vele a gyerekkel is. Hát, és most egy picit így a pénztárcánkra is figyelve, talán még olcsóbban is jövünk ki, mint hogyha megveszünk egy kész, akármilyen tartósítószerrel teli, elszámmal teli. Ugye tudom, hogy nem minden elszám mumus, de hát azért nagyon sok elszám van, aminek nem lenne ott a helye a gyerekek étkezésében. Ha már ezt, hogy készítsük el együtt, ugye lehet a gyerekeket, sok-sok ötletet mondtál már arra, hogy lehet a gyerekek érdeklődését felkelteni az egészségesebb, vagy egészséges étkezés iránt. És lehet, hogy az egyik jó módszer az, hogy együtt vásárolunk például, így nem? Van, igen, így van. Vagy együtt kezdünk el főzicskézni, és azért a nők zöme nagyon, sokkal nyitottabbak a nők erre is, ugye, az egészségre, igen. És talán a nőkre lehetne ebben számítani, az anyukákra, nagymamákra, kedves nagymamák, hogy lehetne a gyerekeket okosítani ebben a témában. Igen, ezt is szoktuk javasolni, hogy együtt, és ráadásul nem csak az, hogy együtt, hanem beszélgessünk is, mondjuk a zöldségpult előtt egy kisgyerekkel elmegyünk, és lehet, hogy van olyan gyümölcs vagy zöldség, mondjuk valamilyen egzotikus, amit nem ismer. És akkor akár vegyük le, fogja, megbeszéljünk róla, megkérdezzük, hogy ezt esetleg megvegyük, megkóstoljuk, vagy anyuka beszél arról, hogy mondjuk ebből mit lehet készíteni, és mire kíváncsi a gyerek, vagy ő válasszon egy olyan zöldséget a zöldségpult, hazamennek, és otthon keresnek hozzá egy receptet, és akkor meg is van egy anyalánya vagy anyafia program, és közben tanultunk is közben valamit. Előbb már említettem ezt, hogy tartósítószerrel te ehhez hogy viszonyulsz? Mert van, amikor elkerülhetetlen, hogy valami olyan étel kerül az asztalra, amiben tartósítószer van.
Itt is a mérték a lényeg, mert az a baj, hogy át lehet csúszni nagyon egy rossz irányba, hogyha találkoztunk olyannal is, hogy valaki annyira betegesen nézte már a csomagolást, és elment vendégségbe, és végig kérdezte, hogy mit használtak az asztalnál, és ha valami nem olyan volt, akkor már nem kért, és ugye elrontotta a hangulatot, mert a házigazdát megbántotta, tehát hogy itt is az arany középutat kéne megtalálni, ha most valamiben van egy kicsit, tehát nem mumus, ezek engedélyezett dolgok, arra azért figyeljünk, hogy mondjuk nem minden nap az instant levest fogyasszuk, vagy ezeket az ilyen vákumozott kenyereket, ugye azok is megnézzük a szavatosságát, azért egy 3-4 hónapig elállnak. És az ember elgondolkozik, hogy ugyan mitől. Igen, igen. Ha néha van, nem baj, csak tényleg az, hogy sűrűn ne tegyük be az étrendünkbe. Manapság az emberek zöme, köztük én is, az információt az internetről keresem. Mondjuk én igyekszem utána nézni, hogy az, ha lehet, kiderüljön, hogy ez most egy fals, vagy egy megbízhatatlan, de mit javasolsz? Tehát mit nézzenek meg, amikor az interneten keresgélnek információ után? Ugye most a gyerekétkezésről beszélünk. Ott szokott kezdődni a probléma, hogy most mondok egy példát, mondjuk fáj a gyerek hasa. És akkor utána olvassa az anyuka, hogy mi okozhatja. És ugye nem orvoshoz mennek, hanem egyszerű, vagy fórumokon ugye anyukák megbeszélik, hogy mitől fáj. És akkor valamilyen diagnózist ők felállítanak, és annak a diétáját így elolvassák. Lehet, hogy rossz volt alapból a diagnózis, meg a diéta is olyan, hogy személyre szabott. Hát hozzánk, akik jönnek, részletesen kikérdezzük, hogy eddig miket evett, a családban volt-e bármilyen betegség, és néha olyan összefüggésekre derül fény, mert egy ilyen beszélgetés során azért van idő bőven az anamnézist is részletesen megtudni, és sokszor olyanok derülnek ki, amire így nem is gondoltunk volna, mondjuk a nagyszülő volt gluténérzékeny, vagy valami, és akkor elkezdünk gondolni, hogy hoppá, hát akkor lehet, hogy hajlam az van, akkor érdemes lenne egy tesztet csináltatni, és mondjuk nem a tejtől fájt a hasa. Tehát totál félre csúszik az egész diagnosztika is. És mindig egyénre szabott az étrend. Tehát ha mondjuk valamit nagyon nem kedvel a gyerek, próbálunk olyan tápanyagokat keresni, olyan alapanyagokat, ami megvan abban, amit mondjuk a gyerek nem eszik meg. Úgyhogy mindig személyre szabottan a netes dolgok, így kis segítségnek jó, de arra ne támaszkodjunk. Igen, hát gyerekorvos barátnőm is szokta mondani, hogy ne googlizzuk ki azt, hogy mi baja van a gyereknek, vagy akár egy felnőttnek is, tehát arra vannak a szakemberek meg az orvosok. Ti dietetikusok szélmalomharcot folytattok ez ügyben, vagy azért látjátok, hogy mégiscsak jó irányba halad, és akkor maradva a gyerekétkezésnél? Is. Vannak nagyon jó tapasztalatok. Volt olyan gyerek, aki mondjuk nagyon nagy túlsúlya jött hozzánk, mondjuk ilyen 100-120 kiló, és akkor sikerült elérjük, hogy majd, hogy nem a felére csökkent a testsúlya. Volt egy-két ilyen eset, és hát ez akkora boldogság, mert ugye az egész életvitele megváltozott ezáltal. De persze sok olyan volt, hogy visszajött a kontrollra, és még 5 kiló pluszot felszedett. Itt az is volt a probléma, hogy kettőjüknek, sőt, igazából az egész családnak akarni kell, mert ugye a szülőnek is jó példát kell mutatni, és a gyereknek is akarni kell. Mert olyan is volt, hogy a szülő tényleg olyan jó szándékkal elhozta, és leveleztünk, és próbálta, a gyerek nem akarta. Tehát valahogy a gyereket is meg kell győzni, hogy az ő érdeke, mert innentől kezdve, ugye ha már kiskorában nem lesz jó valami, akármi a bélrendszerét, kicsit tönkreteszi az étkezéssel, vagy az érrendszerét, vagy bármit, nehéz visszafordítani, és most kéne egy olyan étrendet kialakítani, ami egész életében jó lesz a szervezetének. Köszönöm szépen, Anita, én bízom benne, hogy sikerült nem kevés jó ötletet adni a minket néző, hallgató anyukáknak, de leginkább nagymamáknak, hiszen azért a műsort az én korosztályom nézi, és hát fogadjuk meg, mert ha valaki, akkor a szakember tudja, hogy a gyerekeinknek, meg persze saját magunknak is az étkezésről van szó, mivel teszünk a lehető legjobbat. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a figyelmet, és ahogy így műsor végén mindig elmondom önöknek, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, mert akkor nem maradnak le ilyen hasznos, tartalmas, értékes műsorokról és információkról. Viszontlátásra!